Még az ünnepek előtti napokban is folyamatosan érkeznek a bejelentések a 2023-as év áraival és változásaival kapcsolatban. Az éjszaka megjelent a hivatalos rendelet arról, hogy mennyibe is kerül majd a gáz és az áram 2023. januárjától a magyar lakosságnak. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke hirdette ki, hogy január 1-től április 30-áig pontosan ugyanannyi lesz a gáz és az áram piaci ára, mint most. Mivel a rezsicsökkentés továbbra is él, ezért az átlagfogyasztásig értendő árak nem módosulnak, ahogyan a kedvezményes mennyiség sem változik. Ez azt jelenti, hogy a jövő év első négy hónapjában ugyanannyit kell majd fizetni a gázért és az áramért, mint most. Számokra lebontva ez úgy alakul, hogy az A1 és az A2-es árszabás esetén kicsivel több mint 70 forint per kilovattóra, B árszabás esetén csak nem 61 forint per kilovattórával kell számolni. Fontos megjegyezni, hogy ezek az összegek már tartalmazzák a 27%-os áfát és a rendszerhasználati díjakat is. A fenti összegek természetesen az átlagfogyasztás feletti mennyiségre vonatkoznak, a rezsicsökkentésnek köszönhetően a kedvezményes árak nem változnak, vagyis a normál tarifa esetén ez csaknem 37 forint per kilowattóra, míg a vezérelt ára esetén pedig 23 forint per kilowattóra. A kedvezményes ár 2023-ban is évi 2523, vagyis havi 210 kWh per óra fogyasztásig érvényes. A gáz piaci ára szintén nem változik. A kedvezményes áron vásárolható mennyiség továbbra is évi 63.645 megazsul, az átlagfogyasztás feletti mennyiség piaci ára pedig továbbra is 22 forint per megazsul marad. A lakossági felhasználók tarifáiban tehát átlagfogyasztás alatt és felett sem hoz változást az új év, ideértve mások mellett a társasházakban vagy több generációs családi házakban, az állami és önkormányzati bérlakásokban élőket is. Az átlagfogyasztás feletti árak jövő első megállapítási időszaka március helyett április végéig tart, vagyis az eddigi gyakorlattól eltérően nem három, hanem négy hónapra rögzítik a rezsicsökkentett szinten túli tarifákat.